Sebő Ferenc vagyok, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt független jelöltje, a 13. kerületben indulok, és Angyalföldön, most nem tudom, ez hanyadik választókerület pontosan. A kutyapárt mindenféle vicces és komoly karakterekkel indul, például van ilyen karakter, hogy a télapó is indul. Ide indul a láthatatlan ember is, vagy Sopronban például egy csirke. Van, ahol egy menyétet indítunk, tehát mindenféle karakterek vannak, és az én karakterem a kampányfőnök figurája. Halló? Ja, én is késni fogok egy picit, remélem. Megvárnak a többiek, szia Gábor. Megvan a cucc, minden megvan? Egy csatek festék. Egy négy cím festés lesz a Margit szigeten, ahova 100 passzivista eljövetelét várjuk, de ha jól tudom, 3-an lesznek. Hogy egy csomó ilyen karaktert segítettem kitalálni, vagy hát együtt találtuk ki. Például a legrosszabb politikus, a Horváth Andris. És ezek mind ilyen menekülő útvonalak, tulajdonképpen ilyen maszkok, ami mögé könnyű bebújni, de most nekem egyik opció sem adott. Mint kampányfőnöknek, nekem muszáj önmagamat eljátszanom a kampányfőnököt, ami aki a legnagyobb volt az egészben, hiszen hogyan lehetne egy ilyen anarchista, vagy inkább így mondom, hogy dadaista pártban, hogy lehetnének főnökök, jó, hát a Gergőt mindenki így elfogadja elnöknek. Sziasztok! Hello. Szia Luca! Ő a Luca. Luca a kampányfőnök. Kampányfőnöket. Sziasztok! Úgy jártunk, mint a részeg ember, aki a lámpa alatt keresi a kulcsát, mert ott van fény, de nem ott vesztette el. Igen. Szuper helyszín, olyan szempontból, hogy itt szívesen vagyunk, nem? Mert ilyen jó az idő, igen, meg ilyen csönd van. Tanak. Na, de ilyen repedések egyáltalán nincsenek az egész sziget. Mindegy, szóval akkor... És most várjuk az előre tart helyőrségünket, aki egy rolleren körbe megy, repedések után kutatva a címke. A címke, igen. Előre küldtünk egy kisméretű madarat biciklin. Nézd mennyit! Léci, gyere ide, és így a kamerába mondd be a nevedet, hogy honnan jöttél, mivel foglalkozol, és miért gondolod, hogy ide kéne beszélni, hallod? Ide kéne, ebbe be, mondd bele, hogy Léci, hogy Klári vagyok. Jó, hát ez a gond a kampányfőnökkel, hogy nem, senki nem hallgat, nem hallgatnak rám a jelöltek. Hát ez a mennyit is, és milyen büdös, ez nem görény? Nem. Videózhatlak cinke? Nem. Nem, jó, a cinkét nem mutatjuk meg, mert nem akarja, hogy lássátok, de hát... Végülis ő a kém, úgyhogy ne is derüljön ki, hogy néz ki. Na mi volt? Mekkora a repedés? Hú, a vártnál kicsit kisebb, de nem felelő lett. 40 centi, 30-40, és van vagy 10 méter hosszú. Ó! Az jó! Az jó! Akkor szólok a Gábor. Akkor oda megyünk. Szia Gábor! Na mégis találtunk itt egy helyet. Készülnek már. Helyzetjelentés. Hajnali 3:45 van, reggel 8-as kerés, utolsó hétvége az aláírásgyűjtés előtt. És még kicserélek egy SoundCloud képet. A Zsoltnak a kampány videóján erről akartam megbeszélni. Király. Szóval ő a legjobb politikus, szerintem. Mi bevezetjük a sörvifit, s hogy mindig lehessen valaki, s a rákos patakot is meggyógyít.
Akkor az ősvezér téren majd pénzfa áll, s a mexikói úton is teleport jár. Akkor lesz ez mindenki zugló.